1848-ban idegen urak sanyargatták a magyar népet, a szorgos emberek másokat voltak kénytelen gyarapítani. De voltak ebben az országban, akik észrevették a nép szenvedését, akik ébredésre szólították mindannyiukat, akik tenni akartak, és tettek is. 1848. március 15-én a márciusi ifjak a Pilvaxban gyülekeztek. Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Irinyi József vezetésével a forradalmi eszméket kiáltva felrázták kényszerű téli álmából a pesti népet, majd az egész országot. Március 15-én ezrek kiáltották Petőfivel, hogy talpra magyar, és éjjenezték a 12 pontot. Aznap megszületett a magyar szabadság. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Zúg március, zúgjatok harangok, üdvözöljétek a magyar szabadságot. A nép öröme nem tarthatott sokáig. Idegen sereget gyülekeztek körülötte, fegyvert fogni kényszerült, hogy a szabadságát megvédje. A harcok elcsitultak. A fegyvert 1849. augusztus 13-án világosnál letette a magyar. S mindeközben egy kicsi faluban, csendes kicsi házak között készítették már a helyet a nagy dolgokra. Fegyvert nem fogtak, jámborabb, szelidebb nép felvilágosult a forradalom eszmét valló földes uraikkal. Nem harcoltak, csak csendben vártak, hogy mikor az ágyúk és a patkó dobogások elhallgatnak, s a jajsikoltás halálszele járkál szerte az országban, mintha mi sem történt volna, akkor legyenek szabadságharcosok, amikor nem volt már szabadságharc. Házaikat vendégszeretettel nyitották meg, és elrejtették a hatalom elől menekülni kényszerülőket. Az író, Jókai Mór, a festő, Telepi Károly és gerillakapitány Muraközi János leltek itt, Tardonán menedékre. A csendes kisfaluban elrejtőzhettek. Senki nem árulta el a bújdosókat. S mi büszkék vagyunk mindnyájukra, és büszkén mondjuk, amit Jókai írt rólunk. Tardonára gyertek emberséget tanulni. Ma így emlékezzünk rájuk. Tisztelet a hősöknek!